Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy tükörkép szerelmi jóslás. Mi tükröződik jelenleg a szerelmi élet területén? Erre kivetettem a kártyát, és a képek megadják a választ. Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, veled szemben tükröződik az ő jelenlegi helyzetemet, ott látjuk az ő kártyáit. Ami megjelenik nálad most a gondolataidban, erre utal itt ez a kép. Amikor az arany érmék megjelennek, ott gyakran anyagiakról, munkáról, hivatásról van szó. Tehát ezen te most elgondolkodsz, lehetnek ezek munkahelyi változások, vagy ami téged most foglalkoztat a gondolataidban, ez a te anyagi helyzeted. Itt látható a képen a tudás, ez lehet továbbképzés, az is előfordulhat, hogy tervezel egy munkahelyi változást. Amit az érmék még jelenthetnek, bizonyos dolgok vagy személyek, ami vagy aki értékes számodra. Ez az angyal utal a te érzelmeidre. Itt megvan az isteni segítség, megvan a hit, a bizalom, amit ez a kép még itt szimbolizál, az a türelem. Minden jóra fordul, de ne siessd el most a dolgokat. Légy kicsit türelmes. Milyen lépéseket szeretnél tenni irányába, vagy mi fog történni nálad a közeljövőben? Itt erre utal ez a kártya, és itt láthatóak a kelyhek, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Érzelmekkel közeledsz hozzá, vagy megvan nálad ez az elvárás, hogy ő közeledjen érzelmekkel hozzád. Itt látható ez a boldog pár, és a gyümölcs jelenti azt, hogy itt lesz egy új kezdet, kivirágzik, gyümölcsözik valami kettőtök között. És most megnézzük az ő lapjait. Az ő gondolataiban megjelenik itt ez a kehely, az jelenti az ő érzelmeit, de ahogy a kép mutatja, ő nagyon-nagyon zárkózott, nem beszél érzelmekről, holott ő ennek tudatában van. Ami az érzelmeket illeti nála, itt látható ez a szerelmes pár, az azt jelenti, hogy ő szerelmes beléd, sőt, itt ez a virág arra utal, hogy itt kivirágzik valami kettőtök között. Kezdetben ő még bizonytalan, hiszen látható, hogy itt zárkózott. Arra vár, hogy te jelentkezz nála, légy nyitott az érzelmeidről és a terveidről beszélni. Mi az ő elvárása, vagy mi történik nála a közeljövőben? Erre utal itt ez a szerencse kerék, ami hasonló a sors kerekéhez, hiszen ő bízik abban, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat. Itt ez a középső kártya azt jelenti, hogy mit fog ő tenni, mit várhatsz el tőle konkrétan, és ezt most megtekintjük. Itt látható, hogy a kezébe veszi ezt a botot. Itt is ki fog virágozni valami, itt lesz egy új kezdet. Ő kimutatja a bátorságát, a lelkesedését,
közeledik hozzád, légy inkább olyan türelmes most, inkább olyan visszahúzódó, amennyiben ő keresi a kapcsolatot veled, és kimutatja a lelkesedését, akkor nyitott lehetsz arra, hogy itt érzelmekről beszélj, és akkor lesz egy új kezdet kettőtök között. Amit ez a kép még jelent, hogy ő maga mögött hagy valamit, lesz egy új kezdet, keresi veled a kapcsolatot, elmond bizonyos dolgokat, ami mindkettőtöket lelkesít, és ő keresni fogja a testi kapcsolatot is, mert az is fontos számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!